A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 19-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először két összeállítást láthatnak a Petőfi emlékév rendezvényeiről, majd a 200 éve született Madách Imrére emlékezünk. Ezt követően ellátogatunk az Alba Réga Szimfonikus Zenekar évadnyitó koncertjére, végül pedig egy Ex Libris kiállítást tekinthetünk meg. Tartsanak velünk! Petőfi emlékülésen köszöntötték a költő születésének 200. évfordulóját. A Szent István Művelődési Házban neves előadók idézték meg a költő életútját. Székesfehérvár megyei Jogúváros önkormányzata, a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli csoportja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér megyei tagozata, a Gorzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, valamint a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával a Szent István Művelődési Házban rendezték meg a Petőfi emlékülést. Az előadások sorában Lukács László néprajzkutató Petőfi Sándor Székesfehérvárhoz és Fehérvár megyéhez köthető éveire tekintett vissza. Színjátszó működése kapcsolódik Fehérvárhoz, amikor színész volt Szabó József színtársulatában, itt a Pelikán színpadon, és azon túl pedig még Fejér megyében, illetve Fejérváron még 1841-ben Szentpéterivel a híres színésze eljöttek egy hétig, itt voltak. Szentpéteri szerepelt a színházban, ő pedig már mint ismert író volt itt. Amikor 42-ben itt volt, még akkor nagyon kezdő író és még kezdőbb színész volt. Az első szerepét itt játszotta, a Párizsi Naplopó című darabban, és azt mondhatjuk, hogy hát elég jó társulat volt, könyvtáruk volt, itt is Fejváron már volt könyvtár, egylet, olvasó egylet, oda is eljártak, sőt könyvkötőhöz is ment Petőfi, könyveket is kötetett a társulatnak, még könyvtára is volt, megvették a korabeli darabokat a könyvekben, és azt mondhatjuk, hogy ugye több verset írt Fejváron, az egyik az első szerepem, a másik a Disznótorban, ugyanis a nagybátyja Fehérvári, hát Mészáros mester volt, meghívta őt, meg a vékony dongájú, vékony pénzű, sovány színésztár, fiatal színésztársát, disznóölése Disznótorban, és a Disznótorban című versében örökítette meg ezt a disznótoros vacsorát Petőfi Sándor. Fejér megyében még kapcsolódik hozzá az, hogy hát amikor elmentek Kecskemétre, innen akkor ugye seregélyesen mentek keresztül, több lovas kocsival. Ő a gardróbos szekéren ült, egyszer fel is borultak, de nem lett semmi baj. És hát a Pentelei révnél mentek át a Dunán, és hát ott a Pentelei révcsárdában ugye nagyon hideg volt, ott paprikás forralbort ittak, és utána elhaladtak Szentmárton, mert mentek Kecskemétre. A tavasszal ott játszott aztán. Az az érdekes, hogy itt az egyik színésztársával együtt aludt, egy ágyban is aludtak, itt Fehérváron, és aztán Kecskeméten is. Az azonban akkor még teljesen szokásos dolog volt, hogy egy ágyban több ember is alszik, még idegenek is aludtak egy ágyban. Azt mondhatjuk, hogy mivel ugye Szalkszentmárton Dunapentelével szemben van, így Dunaújvárosban is elég nagy az a Petőfi kultusz, ha elmegyünk a Szalkszentmártoni Petőfi Emlékmúzeumba, vagy 3-4 olyan emléktáblát látunk, amit a Dunaújvárosok alá állítottak különböző Petőfi évfordulókon. Ez érdekes dolog, hogy így ragaszkodnak hozzá, pedig csak ott elhaladt 43. januárjában, és azon kívül pedig csak ugye vele szemben Szalkszentmártonban időzött a szüleinél, igaz, hogy akkor hosszabb ideig ott volt, és ugye több verset is írt, talán a legtöbb verse Pest után Szalkszentmártonban keletkezett. Azon kívül még ezen az útvonalon
Seregélyesen keresztül alatt, hát méltó és igazságos, hogy tavaly Szarvas József színész, aki 16 oltóágat kapott a Székely-Keresztúri Petőfi fáról, a Körtefáról, tavaly ide a Seregélyesi Tájház udvarára ültette el a 16. Petőfi Körtefát, ami abból a Körtefából van, ahol Petőfi az utolsó estejét töltötte a szállásadóival, a barátaival együtt, másnap ugye meghalt a segesvári csatában. Még azt mondhatjuk, hogy sajnos, sajnálatos Petőfi emléke Ercsi is, az édesapja egy Matulai nevű, hát székálló legényével együtt kibérelt Ercsi mezővárossal 1835-ben a Mészár széket Ercsiben, és ugye ott tönkre mentek. Egyrészt marhavész volt 35-ben, erre nagyon ráfizettek, és ezt a Matulai 100%-ig áttolta csak Petrovics Istvánra. Utána ugye még a következő években is hozta az állatokat az Alföldről az István, és aztán a Matulai elmérte, és a végén már 1600 forinttal tartozott neki, nem fizette meg a Petrovics Istvánnak a húsárát, és aztán utána pedig következett a 38-as nagy árvíz, ami mindenüket elmosott. Tehát Ercsi ilyen szempontból egy sajnálatos Petőfi emléket. Viszont azt is tudjuk, hogy Petőfi Sándor is járt itt, a szódi diák korában eljött nyáron Ercsibe az apja bérletébe. Megvan a Kiskun mezővárosnak a levéltárában az a bizonyos, ahogy útleveleket adtak ki, ezt bejegyezték, hogy ki, mikor, hova megy, és be van írva, hogy Petrovics Sándor, akkor még Petrovics Sándor Ercsibe megy. Akkor a Petőfi emlékeinek tekinthetjük a Csabdit, ahol ugye Petőfi első szerelme, az Ósfi asszonyfai Csáfordi Tóth Róza lakott, ugyanis a Csáfordi Tóth Rózát az, hogy szóba se került, hogy a tönkrement mészárosmester fiához hozzáadnák, és az apukája egy császár és király őrnagy volt, ott Ósfi asszonyban mellett Csöngén, és nem próbált udvarolni neki a Petőfi, de szóba se jöhet, szinte elzavarták Ósfi asszonyfáról, a jó módú leány mellől. Ő elment Sopronba, és utána katonának állt. Viszont az a Csáfordi Tóth Rózát egy csabdi földbirtokos, Móricz Ferenc vette feleségül, és megépítette a csöngei kúriájuknak a mását, itt Csabdiba, abba éltek, ott született három gyerekük, és itt halt meg a Csáfordi Tóth Róza, itt van eltemetve a Csabdi temetőben, ma is nagyon szépen rendbe tartják a sírját. Petőfi emléke a Fejérvár Csurgói kastély is, ahol Petőfi István, hát mondjuk így, hogy özvegye, vagy felesége, évekig élt, miután már ott hagyta ugye az István, Csákó, pusztán Békés megyében is egyedül élt, évekig élt a sógoránál, Fejérvár Csurgón, ez az egyedülálló nő, aki Gájelhofer Antónia, akinek a sógora volt a Károlyaknak a gazdatisztje, és ugye ide jött a testvérhez, meg a sógor az évekig itt élt Csurgón, és hát ezt is, majd a Csurgót is fel emlékhelynek tekintetjük, úgyhogy van elég sok emlékhely, hát ezeket is érdemes számon tartani, nem csak Fejérvárt, hanem ezeket az apró emlékhelyeket is. Csóri Sándor halálának 7. a róla elnevezett társaság fennállásának 4. évfordulóját ünnepelték szeptember 12-én kedden este a Szent István Művelődési Házban, ahol az irodalom és az népzene jól megfért egymás mellett a Csóri Sándor társaság rendezvényén. A Nyenyerész című megzenésített Csóri verssel kezdődött a keddesti program a Szent István Művelődési Házban. Csóri Sándor halálának 7., a róla elnevezett társaság fennállásának 4. évfordulóját ünnepelték így módon az irodalom és zenebarátok. 7 éve halt meg Csóri Sándor, a társaság névadója.
Egyébként 4 évvel ezelőtt pedig ezen a napon alkult meg a Rólen, ez a fehérvári székhelytársaság itt a Szent István Művelődési Házban. És az első időkben már arra gondoltunk, hogy névadónk nem csak az irodalommal, a közélettel foglalkozott, hanem a népművészettel, a népzenével, népköltészettel is, és igyekszünk olyan programokat összeállítani, ahol ezek a testvér múzsák találkoznak. Berki Lilla ötlete volt egyébként a műsor, a kiváló népdalénekesé. Egy Petőfi műsorokat én láttam jó pár hónappal ezelőtt Iszka-Szentgyörén, és akkor jött az ötlet, hogy kapcsoljuk össze a Petőfi és a Csóri életművet, annál is inkább, mert Csóri Sándornak van egy nagyszerű esszéje, 50 évvel ezelőtt írta éppen, Petőfi és a népköltészet kapcsolatáról. És ugye akkor hasonlítják is a Csóri kezdeti költészetéhez Petőfit, nem tudom, hogy ebből a műsorban majd mennyire lesz szó. Itt többnyire zene lesz, meg ének, meg ebből a bizonyos Csóri tanulmányból olvasok fel részleteket. Az igazság az, hogy a kezdeti életszakaszban Csóri Sándor kétségkívül felmutatott olyan lírai tulajdonságokat, amelyek Petőfire emlékeztetik, de később aztán persze ez átalakult, és egy ízig-vérig 20. századi modern költészetet hozott létre. Ebből az eszéből az Esten Bakony István tolmácsolásában részleteket is hallhattak a résztvevők. Petőfi nem csak a versformát, a kötetlenebb rímelést tanulta el a népdaltól, hanem mindazt, amit csupán közhelyszerű fogalmakkal tudunk jelölni, a nép eszejárását, a nép csöndjét, elborulásait, lélekbeli és alkati egyéniségét. Mint ahogy a megzenésített Petőfi versek mellett népdal köntösbe bújtatott Csóri művek is színesítették a műsort. A ma esti műsornak a gerincét a Petőfi versek adják, de mivel a Csóri Társaság fogadta be ezt a koncertet ma este, ezért Csóri Sándor emlékezvén 3 Csóri vers is terítékre kerül ma este. Népzenék köntösbe bújtatva, népi hangszereléssel előadva, mind az 5 dialektus területet érintjük a ma este folyamán. Petőfi emlékév kapcsán természetesen szerintem minden zenész inspirálódott és hozzányúlt. Nekünk is volt már egy ebből merítkező műsorunk, de pontosan ugyanez nem volt még, úgyhogy ez kifejezetten a ma estére készült. Az este Láncösszegfű Alapítványnak köszönhetően jöhetett létre. Bakony István és Berki Lilla mellett Cserta Balázs, Horváth Dávid, Sós László, Varró János, valamint a Herman László zeneművészeti szakgimnázium növendékei is közreműködtek a műsorban. Folytatódott a Királykúti Esték programsorozat, az idei első találkozó vendége Praznovszky Mihály irodalomtörténész volt, aki Madách Imre életművéről tartott előadást. Madách Imre születésének bicentenáriumán egy különleges beszélgetésnek lehettek tanúi, akik ellátogattak a Királykút emlékházba. A Királykúti Esték keretében Bakony István irodalomtörténész moderálása mellett Praznovszky Mihály, a legenda életművének kutatója, az örökbecsű dráma, az ember tragédiája megszületésének körülményeit tárta az irodalomkedvelő közönség elé. 20 évvel ezelőtt még a Vörös Marti társaságon tartott előadást Madáchról, akkor is egy kerek évforduló volt, ugye? Ugyanakkor itt a Királykúton már köszönhetünk, akkor Mikszától beszél, hiszen Mikszát és Madách az két fő vizsgálódási területe. Olyan irodalomtörténész, aki rendkívül színesen ír és rendkívül színesen ad elő. Azt hiszem, ezt most megállapíthatjuk az ő tevékenységéről. És hát a Madách évforduló kapcsán gondoltam arra, hogy meghívjuk, mert az alkalomra. Érdekes ez az 1823-as január egyébként, ugyanis ugye Petőfi megszületik január 1-én, Madách megszületik január 20-án, és Petőfi 3 hetes csecsemő, Madách meg 2 napos kisbaba, amikor Kölcsey megírja a himnuszt. Ugye milyen érdekes egybeesések. Praznovszky Mihály előadásában számos tévhitet oszlatott el, és kiemelte, hogy Madách vidéki magányában töltött mindennapjai adták az impulzust. Megerősítette, hogy a korszakos dráma megírásában sokat segített, hogy a mindennapos munka mellett az író meg annyi információhoz jutott a korabeli hazai és határon túli pályatársak munkáinak tanulmányozásával. A legfontosabb talpont, amit el fogok mondani, az a rejtély kérdése. Gyakorlatilag a tragédia megjelenése óta a tudomány egy része fölteszi a kérdést, hogy lehet vidéken egy ilyen drámát megírni. Ez egy nagyon ostoba, nagyon elképesztő, rossz kérdés. Ha jól gondolom, az egész ország egy nagy vidék volt a 19. században. Minden nagy magyar alkotó vidéken élt,
és nem az számított, hogy hány kilométerre van a Pesttől, az ország fővárosától, vagy nagyvárosról, azt mondom, hogy ki írta azt a tragédiát. Mi volt az alapja, milyen műveltséggel, felkészültséggel rendelkezett, mit tudott, mit olvasott hazai és idegen nyelveken, és hazai és idegen kiadványokat, milyenek voltak a baráti kapcsolatai, mennyire volt jártas a filozófiában, mennyire volt jártas, tehát a bölcselet különböző ágaiban. Tehát ha ilyeneket így szétosztogatunk Madács körül, és Madáccsal irányozzuk, kiderül, hogy ez a kérdés ostoba. Ilyen tragédiát az ő esetében csak vidéken, a Sregovai kúria magányában lehetett megírni, ahol ő erre felkészült. Nem úgy, hogy tragédiát fogok írni, az ember tragédiát, nem úgy, hanem hogy benne összegyűlt minden. Akkor a reformkor a romantika ismerete és anyaga, az európai ismeretek és irodalom naprakészen ismerte az európai irodalmat, vásárolta a könyveket, járatta a folyóiratokat, megtanult 6-8 nyelvet, hogy tudja olvasni eredetiben, birtokában volt a klasszikus irodalomnak, a többnyelvű irodalomnak is. Tehát gyakorlatilag ő benne minden gyűlt, kezdett összeállni. És ezek megjelentek bizonyos verseiben, mert nagyon sok verset írt, több száz verset. Egy-egy gondolat már ott sémlámlik. Megjelentek a korai, még majdnem tinédzserkorú drámáiban, ahol a fő kérdés már benne van, a hatalom és a tömeg viszonya, a férfi és a nő viszonya. Tehát gyakorlatilag Madácsban minden készülődik, hogy egyszer aztán 1849 után, amikor őt is, a családot is számtalan tragédia, személyes tragédia éri, az egész összeálljon, egy megfejtetetlen, csodálatos, remek művé, amelyet azóta is próbálunk megoldani, megfejteni, értelmezni, elhelyezni a hazai és az európai nagy költemények sorába. Szép lassan mindent tudunk róla. A diskurzust megtekintő irodalomkedvelők megerősítést kaptak, hogy Madách Imre drámája nem véletlenül állta ki az idők próbáját, és a benne foglaltak átemelhetőek a 21. század mindennapjaiba is. A Vörösmarty Színházban Mendelssohn tündérzenéjével nyitotta meg az Albarégia Szimfonikus Zenekar a 2023-24-es évadot. Az első nagyzenekari hangversenyen Dobszai Péter vezényletével Langner Ágnes, a fiatal magyar hegedűs generáció egyik legígéretesebb tehetségét hallgathatták meg a klasszikus muzsika barátai. A Dobszai Péter vezényletével az Albarégia Szimfonikus Zenekar évadnyitó koncertjét indító Szent Ivánéi Álom nyitánya, a darab megszületésekor alig 17 éves zeneszerző Mendelssohn csodája, ami a klasszikus zenetörténet valaha volt egyik legnagyobb műve. A mély zenei tartalom kézenfogva jár a tündértánc virtuóz könnyedségével, miközben változatlan marad az ünnepélyesség méltósága. A Szent Ivánéi nyitányt, az Émol hegedű versenyt és az Ámos Kóth szimfóniát játsszuk ma este. Egy kihívást jelentő program, hangszertechnikai értelemben is, koncentrációs értelemben is, de egy nagyon költői program, egy olyan program, amiben nagyon sokféle karakterben mutathatja meg a zenekar a kvalitásait, a tüzét, ami nagyon sok helyzetben nagy erénye egy előadói együttesnek. Az est folytatásában a hegedű irodalom egyik legtöbbet játszott alkotása, az E-moll hegedű verseny csendült fel, amelynek zárótétele szintén a Mendelssohnra olyannyira jellemző tündérzene egyik reprezentánsa.
a versenymű szólóját, a fiatal magyar hegedűs generáció egyik legígéretesebb tehetsége, a Bartók világverseny dobogósa, Langer Ágnes tolmácsolta. Nagyon keresett művész, és nem véletlenül, nem érdemtelenül. Én most másodszor fogok ő vele föllépni. Korábban Beethovent játszottunk, és hát természetesen annak az élménynek az alapján esett őre a választás, hogy felkérjük erre a mai estre. Nagyon jól áll neki Mendelssohn zenéje, költő ilyen játsza. Nekem mindig ez az első jelző, ami eszembe jut az ő játékáról, mert mind a mellett a technikai felkészültség mellett és abban a játék, amellett a játékmód mellett, amin átsüt a zenetudományos értesültség is a daraboknak a harmónia rendjéről, az előadói hagyományairól, a közben valahogy egy olyan önazonosság süt át az ő játékán, és egy olyan azonosultság a zenei hangokkal, ami a szólisták között is nagyon ritka, nagyon őszinte, és elvarázsolja az embert. Az elbűvölő melódiákban gazdag Mendelssohn életmű Dobszai Péter számára is komoly kihívás, hiszen Mendelssohn minden dirigens álma, ugyanakkor korántsem véletlen, hogy a zenekarral együtt ő maga is lubickolt a finomságokkal teli melódiák előadásában. Mendelssohn azt hiszem, hogy olyan szempontból, két szempontból egy kicsit nehezebb helyzetben van a közönség tudatában, vagy akár a mi magunk a zenét művelők a muzsikusoknak a tudatában, mint például Brahms, vagy Csajkovszki, vagy Schumann. Mégpedig azért, mert megszoktuk azt, hogy egy igazán nagy művésznek legyenek igazán nagy tragédiák és fájdalmak az életében, és Mendelssohn, aki egy jó létbe született, és akinek nagyon sok minden nagyon fiatalon már megadatott, és aki maga nem volt egy extrém személyiség, hanem egy hagyománytisztelő, intelligens, klasszikum szempontjából is megfogalmazható személyiség volt, őróla nehezen tudjuk elképzelni azt néha, hogy neki is borzasztóan mély érzelmek hatottak át a zenéjén. És azt kell, hogy mondjam, hogy minden megadatottság mellett az ő zenéje elképesztően mély. Pontosan az a költőiség van meg benne, amit Langer Ági így meg tud ma este szólaltatni. És minden zeneszerzés technikai értelemben véve hagyománytisztelő eleme mellett is az ő zenéjében igenis nagyon sok ötlet, nagyon sok újdonság és rengeteg érték van, amit nagyon nagy öröm játszani. A zenekar következő előadása a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban szeptember 15-én 18 órakor lesz. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház közös produkciójában bemutatott Én vagyok, egyedi hangulatú kortárs összművészeti előadásban Csadi Zoltán színművész eleveníti meg Krisztus csodatetteit, tanításait, életútját és szolgálatát. Ismét a Tolnai utcai tagkönyvtárban tekinthetnek meg egy válogatást Stockinger József ex libriseiből. A gyűjtő ezúttal szőlő, szüret, bor témájú műveket hozott el a kiállításra. Az idén 110. születésnapját ünneplő magyar ex libriszt méltó módon köszönti a székesfehérvári gyűjtő Stockinger József, a Vörösmarty Társaság tagja, akinek jelenleg mintegy 6000 ex libris és kis grafika szerepel gyűjteményében. A Vörösmarty Könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárában ismét válogatást láthatunk az érdekes és értékes kollekcióból. Már gyerekkoromban is a könyvek mellett, a tartalom mellett nagyon érdekelt a könyv borítója és a könyvben levő illusztrációk, grafikák. Talán ezért is tettem az irodalom és a könyvek szeretőjeként nyomdász. Amikor az ember levesz a könyves polcáról egy régi könyvet, több kiváló ember
remek munkája fedezhető fel. Az író mellett ugye a könyv borítójának a grafikusa, a nyomdai előkészítés, a belső illusztráció, és ami a mostani témánkhoz kapcsolódik, a könyv tulajdonosa, aki egy remek kis grafikát ragasztott a könyv belső oldalára, hogy az ő tulajdona, hát ez az Ex Libris, az én könyvem. Aztán ez önállósult, gyűjtők százai, ezrei kapcsolódtak hozzá, országos világméretű mozgalommá vált, és amikor egy pár ilyen grafikát kezembe vettem, Arató Tóni barátomnak a javaslatára beléptem a kis grafika barátok körébe, ahol nagyon sok gyűjtőt és remek grafikust ismertem meg. Az ő hatásukra kezdtem aztán el rendszerezni a gyűjteményemet, 22 témakörben közel 6000 grafika tulajdonosa vagyok már, és ezekből válogattam most az alkalomnak illően a szőlő, szüret és bor témába. A gyűjtő erre a tárlatra elsősorban olyan alkalmi egyedi Ex Libriseket válogatott, amelyel az alkotók a szőlő, szüret, bor témájú könyveket díszítik. A téma adja magát, hiszen ez az időszak gyakran iklette meg az alkotókat különleges gondolatvilágú én könyvem készítésére, amelynek alapvetése nem más, mint hogy megjelölje a könyv hovatartozását, a tulajdonosát. Megjelent már több olyan könyv, ami az Ex Libris készítő, kisgrafika készítők és az világiromba felelhető számtalan szőlő, bor, szüret témakörű versekkel, nagyon sok ilyen irodalomban. A témaválasztás természetesen nem véletlen, a szüret kiemelten fontos időszak a gazdák számára, és hát valljuk meg, a nemes nedű fogyasztása és tradíció, így az ehhez az időszakhoz köthető ünnepi és hétköznapi események is fontosak az alkotók és a gyűjtők számára is. Maga a szőlő kedvenc gyümölcsöm, másrészt pedig nagyapám gazdaként nagy szőleje volt. A szüret hangulata, a gyerekkori szüretek hangulata, az egy életre szóló élmény volt mindig. Ott 30-40 ember összejött egy szüretkor, csodálatos élmény volt. Aztán magyarok különösen híresek a jó vendégszeretetükhöz, a vidám hangulathoz, hát ahhoz pedig nem árt egy kis jó borocska is, egy minőségi szőlőből készült finom borocska, az bizony jót tesz az embernek. A különleges darabok szeptember 30-áig az intézmény nyitvatartási idejében láthatóak, a belépés díjtalan. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.